Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó reggelt kívánok! Ha Brüsszel fütyül is, mi úgy táncolunk, ahogy mi akarunk, s ha nem akarunk, akkor nem táncolunk. Így fogalmazott Orbán Viktor Veszprémben az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 67. évfordulóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, elsők voltunk, akik Európát védtük a migrációtól, és elsők voltunk, akik békét javasoltunk. A kormányfő kiemelte, ma is elsők és egyetlenek vagyunk, akik vissza akarják tartani az európai népeket, hogy önként, dalolva és vakon meneteljenek bele egy még nagyobb háborúba. Ha Brüsszel fütyül is, mi úgy táncolunk, ahogy mi akarunk, s ha nem akarunk, akkor nem táncolunk. Így fogalmazott Veszprémben Orbán Viktor az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 67. évfordulóján. A mai életünkben is felbukkannak olyasféle dolgok, amelyek a szovjet időkre emlékeztetnek. A miniszterelnök rámutatott, a Szovjetunió reménytelen volt, míg az Európai Unió még nem az. Ezután a kormányfő arra emlékeztetett, lesznek még európai választások. Szerencsére Brüsszel nem Moszkva. Moszkva tragédia volt. Brüsszel csak egy rosszul sikerült kortárs paródia. Úgy kellett táncolnunk, ahogy Moszkva fütyült. Ha Brüsszel fütyül is, mi úgy táncolunk, ahogy mi akarunk, s ha nem akarunk, akkor nem táncolunk. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a nyugatiak számára a szabadság menekülést jelent. Szabadulj meg attól, amiben születtél, az identitásodtól, a nemettől. Mi ennek az ellenkezőjére vágytunk, hogy azok legyünk, amiknek akarunk lenni. A miniszterelnök hangsúlyozta, elsők voltunk, akik Európát védtük a migrációtól, és elsők voltunk, akik békét javasoltunk háború helyett, amellyel megmenthettük volna százezerek életét. A kormányfő kiemelte, ma is elsők és egyetlenek vagyunk, akik vissza akarják tartani az európai népeket, hogy önként, dalolva és vakon meneteljenek bele egy még nagyobb háborúba. Ma is elsők voltunk, akik Európát védtük a migrációtól, és elsők voltunk, akik békét javasoltunk háború helyett, amellyel megmenthettük volna százezrek életét. És ma is elsők és egyetlenek vagyunk, akik vissza akarják tartani az európai népeket, hogy önként, dalolva és vakon meneteljenek bele egy újabb, még nagyobb háborúba. Orbán Viktor megemlékezett az 56-os forradalom veszprémi mártírhalált halt hősiről, Brusznyai Árpádról, majd hozzátette, végezte ki papot, munkást, tanárt és kommunista pártvezetőt is, budapestieket és vidékieket, egy egész nemzet állt a vérpadon. Nekünk a szabadság életösztön. A családom, a barátaim, a hazám, ez mind én vagyok. A magyar ember számára a szabadságharc nem olyasmi, amit vállalhat, vagy eldönthet. A szabadságot védeni kell, különben elveszünk. Így volt 56-ban, 1990-ben, és így van ma is, ilyen egyszerű. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem szabad hiába valóvá tenni az 1956-os hősök tetteit, majd hozzátette, a megmaradás legfontosabb törvényét a mai napig tudják a magyarok. A múlt nem mögöttünk, hanem alattunk van, mert azon állunk. A miniszterelnök ünnepi beszédét a következő gondolattal zárta. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, a jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Este 8:30 után nem sokkal ért véget a pedagógus tüntetés a fővárosban. A demonstrálók a Hősök teréről indultak és az Oktogonhoz sétáltak, ahol csatlakoztak a fővárosi önkormányzat megemlékezéséhez. Itt felszólalt a főpolgármester is. Karácsony Gergely beszédében az 56-os hősök bátorságáról beszélt. Az 56-osok tudták, hogy csak egy bátor nemzet lehet szabad. És azt is tudták, hogy csak az együvé tartozás ad egy nemzetnek bátorságot. Nem rajtuk múlt, hogy akkor ez a bátorság nem hozta el a szabadságot. 56 azóta is, ahogy Faludi gyönyörű versében írja, csillag. A magyar nemzet legszebb arca, amit csak akkor látunk meg, hogyha felemeljük a fejünket.
A demonstráción ott volt az M1 stábja is, hogy beszámoljon az eseményekről. A tüntetésen az ismert baloldali aktivista Pankotai Lili is részt vett. Ő a közmédia kérdésére azt mondta, civilként vesz részt a tüntetésen. Néhány perccel később azonban megafonnal hergelte a tömeget az M1 munkatársa ellen. Kollégánkat ezt követően az egyik tüntető leöntötte. 5 óra előtt a Hősök terén kezdtek gyülekezni a fővárosi önkormányzat és több civil szervezet által szervezett demonstráció résztvevői. A Szabadság érted néven meghirdetett eseményen mások mellett a Tanítanék mozgalom és az Egységes Diákfront képviselői vezették a tüntetőket. A résztvevők 5:30 után így indultak el az oktogonon felállított színpad felé. A tüntetők útközben megálltak az orosz nagykövetségnél, ahol többen magyar zászlót kötöttek az épületet védő kordonra. A demonstrálók az oktogonnál csatlakoztak a fővárosi önkormányzat megemlékezéséhez. A téren felállított színpadon a zenés és verses előadások után a Tanítanék mozgalom képviselői tartottak beszédet. Törlei Katalin, a mozgalom vezetője arról beszélt, szerintük a pedagógusok célkeresztbe kerültek. Célkeresztbe kerültem, de ma is engedetlen lennék. Vádolom a kormányt mindazért, amit az oktatással, a gyerekeinkkel, a jövőnkkel tesz. A kormány bűnös! A mozgalom képviselői ezután a színpadon sorolták fel a követeléseiket, és arra szólították fel a résztvevőket, hogy vegyenek részt a civilek népszavazási kezdeményezésében. Kezünkbe kell vennünk a jövő alakítását. Vegyetek részt a 7 igenes alternatív népszavazáson. Igen! Az 56-os hősök egy szabadabb, demokratikusabb országért álltak ki. És hogy mi mit akarunk? Szabad oktatást! Szabad Budapestet, szabad városokat! Szabad európai Magyarországot! A demonstráción ott volt a trágár kirohanásairól elhíresült Pankotai Lili, bár az aktivista a közmédia kérdésére azt mondta, civilként vesz részt a tüntetésen, néhány perccel később már megafonnal hergelte a tömeget az M1 munkatársa ellen, amikor a riporter a Tanítanék mozgalom vezetőjével próbált interjút készíteni. Az M1 riporterét közben egy demonstráló leöntötte. Azzal egyet tetszik érteni, hogy mondjuk a sajtót vegzálják, leöntenek? Nem értek egyet vele, nagyon sajnálom, és most nem nyilatkozom, mert vonulok. Szlovéniában, az Európában és a Közel-Keleten fennálló fokozott biztonsági helyzet és a terrorcselekmények elkövetésére irányuló felhívások miatt szombaton határellenőrzést vezettek be a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon. Hosszú falura kapcsolunk most Magyar Lovrics Mirjanához a további részletekért. Szervusz, jó reggelt kívánok! Pincénél a Magyarországot és Szlovéniát összekötő autópályán szombaton több kilométeres sor torlódott fel. Most azóta változott-e a helyzet? Mit mutat most a határátkelő helyképe, illetve egyáltalán mik a hétköznapok tapasztalatai Szlovénia szerte? Szép reggelt kívánok! Jelenleg itt vagyok a Hosszúfalu Rédics szlovén-magyar határátkelő helyen, azon a 14 ellenőrzőpont egyikén, ahol a határszigorítás után állandó az ellenőrzés, és ahol a harmadik országok állampolgárai is beléphetnek Szlovéniába. Ahogy az mögöttem is jól látható, nincs semmiféle torlódás, a forgalom folyamatos. Információim szerint hasonló a helyzet a pincei autópályás ellenőrzőponton is, ott tehát, ahol még szombaton a határellenőrzés bevezetésekor több kilométeres kamion és kocsisor torlódott fel, és nem igazolódtak be azok a félelmek sem, hogy főleg a horvát-szlovén határátkelő helyeken lesznek torlódások vasárnap este és hétfőn reggel, amikor is útnak indulnak a naponta vagy hetente ingázó vendégmunkások. Aki tehát Magyarországról, Horvátországról vagy akár Olaszországból tart Szlovénia felé, mint ismeretes ugye Olaszország is biztonsági okokra hivatkozva szintén szombattól vezetett be határellenőrzést a szlovén határon,
határon, annak a határon nem kell hosszabb várakozási időre számítania. János Poklukár belügyminiszter egyébként vasárnap látogatott el az obrezsiai határátkelő helyre, ahol többek között arra utalt, hogy a szombaton 10 napra bevezetett intézkedést a terror fenyegetettségre való tekintettel Szlovénia nagy valószínűséggel meg fogja hosszabbítani. A miniszter véleménye szerint az intézkedés megfelelő és mindenek előtt arányos, a rendőrség munkája hatékony, a határ két oldalán élő emberek pedig nem érzik a határellenőrzés következményeit. A belügyminiszter arra is kitért, hogy az illegális határátlépések az egész ország területén, minden határszakaszon előfordulnak, és hogy tudatában van annak, ha jobban ellenőrzik a határátkelő helyeket, akkor a zöld határon lesz belőlük több, mert az embercsempészek mindig megtalálják a saját útjukat. Szenád Jusics, szlovén rendőrfőnök elmondása szerint a rendőrség fő célja a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon a terrorizmus, a szélsőségesség és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése, miközben biztosítja a forgalom áramlását és megkönnyíti az emberek életét a határvidéken, de azt is nyomatékosította, hogy a határellenőrzés újbóli bevezetése nem csökkentette a rendőrség jelenlétét a zöld határon, sem a szlovén-horvát vegyes járőrök tevékenységét a szervezett bűnöző csoportokkal és az embercsempészekkel szemben. Magyar Lovics Mirjánának köszönjük szépen! 5 héttel a magyarországi premier előtt New Yorkban bemutatták Koltai Lajos Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről készített életrajzi filmjét. A magyar idő szerint hajnali 1 órakor kezdődő vetítés helyszín az a Museum of the Moving Image volt, amelyet Amerikában a mozi templomának tartanak. A világhírű operatőr és rendező híradónknak azt mondta, a Semmelweis életének üzenete, hogy nem adta föl, őt csak a beteg érdekelte. Ez egy jó családból való ember, jó nevelésben részesült, de ha a céljai előtt valami tornyosult, ami gátat vetett benne, akkor hajlandó volt elveszteni a temperamentumát, de nullára. Akkor úgy tudott beszélni az emberek, hogy féltek tőle. Kórházban nagyon féltek tőle. Egyébként más orvos is, meg a nőrszök is természetesen. A betegek kevésbé, mert egyetlen egy dolog érdekelte, és ez volt még a szép a sorsában, csak a beteg érdekelte. Ez volt a Híradó 8 órától, további híreket találhatnak weboldalunkon a híradó.hu címen. Dedecsik Ferenc folytatja a Nemzeti Sporthíradóval, majd jön az időjárás jelentés.